A Pilvax kávéház egy központi hely volt az 1848-as forradalom során, hiszen Petőfi Sándor költő itt jegyezte le a nemzeti dalt, és ugyancsak itt íródott a 12 pont, amelynek az értékei a mai napig aktuálisak. A Bújai János katolikus általános iskola vezetése szerette volna közelebb hozni az 1848-as eseményeket a gyerekekhez, innen is indult az ötlet, hogy ezt a meghatározó helyet alakítsák ki a nemzeti ünnepre készülve az intézményben. Ez a kezdeményezés már a tavalyi tanévünkben is megvalósult. A tavalyi tanévben csak az intézmény falain belül hirdettük meg ezt a Pilvax Kávéház nevezetű rendezvényt, melyel a legfőbb célunk az, hogy megidézzük a gyerekek számára, ember és test közelbe hozzuk egy picikét az 1848. március 15-i forradalom kirobbantói, az ifjak kedvenc helyének hangulatát. A tavalyi évben nagyon nagy sikere volt a diákok körében ennek a rendezvénynek. Maga az ötlet egy jó gyakorlatként került hozzánk, más intézményekben már ez megvalósításra került, és a diák önkormányzattal közösen az iskola vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy a hely adottságait, illetve iskolánk erőforrásait hasznosítva ezt az éven újra megrendezzük nálunk. A tavalyi évben nem nyithattuk ki az iskola kapuit, az akkor még fokozott járványügyi korlátozások miatt úgy gondoltuk, hogy a tavalyi évben csak az iskola tanulóközössége vehet ezen részt, most pedig nagyon nagy örömünkre végre kinyithattuk tényleg az intézmény kapuit, és szeretettel vártuk Szerencsváros vezetőjét, a társintézmények vezetőjét, a meghívott kedves vendégeinket, és a kávéháznak ez a megnyitó időszaka most véget ér, viszont most kezdődik az igazi kávéházi hangulat, hiszen az iskola osztályai beosztásnak megfelelően meglátogatják a mai és a holnapi napon magát a Pilvax kávéházat Bújai módra. Magának az ötletnek a gazdája a Bújai János Katolikus Általános Iskola diák önkormányzatát támogató pedagógus volt, Horváth Gábor. Ő volt az, aki tavaly ezt szívügyeként kezelte, és vezetőségi megbeszélés keretében ezt az ötletet elénk tárta. Innentől kezdve a megvalósítás már egy közös csapatmunka eredménye. Nagyon büszkén mondhatom el azt, hogy kollégáim, az iskola dolgozói valamennyien egy emberként álltak a kezdeményezés mellé. Igyekeztünk nem csak a korabeli ízeket megidézni a Kossuth kiflivel, például, ami egy nagyon-nagyon különleges kuriózum, amit itt a Pilvax kávéházban most el lehet fogyasztani, hanem olyan süteményeket próbáltunk elkészíteni és megálmodni, és fantázia neveket adni nekik, amelyek szintén megidézik ennek a kornak a hangulatát. Felajánlás a dolgozók részéről, felajánlás a sütemény a diák önkormányzat javára, a befolyt összeg pedig a diák önkormányzat kasszáját fogja gazdagítani, amelynek felhasználásáról közös döntés fog születni. Gondolok itt az intézmény gyermeknapjának a programját fogjuk ebből gazdagítani, akár külső szolgáltató megrendelésével, vagy például nyári táboroztatásnál utazási költséghez való hozzájárulást is ebből tudunk támogatni. Én azt gondolom, hogy a célunk az az, hogy a befolyt összeg teljes egészében a gyerekekre, gyermekprogramokra és élményekre használódjon föl, vagyis egy élményt adunk azért, hogy utána élményt adhassunk a gyerekeknek. A diákok korabeli ruhákban szolgálták fel a különböző fantázianevekkel ellátott süteményeket, a természetes alapanyagú frissítők és a felnőtteknek a kávé sem maradhatott el az étlapról. Az ötlet adódott, én is hoztam máshonnan, meg kiegészítettem. Tavaly először, most pedig már másodszor, tavaly egy osztály, a saját osztályommal csináltam meg a Pilvax kávéházat. Elmondtam nekik az ötletet, és nagyon lelkesen fogadták, és nagyon sokat dolgoztak benne. Most pedig azt gondoltam, hogy az éven nem a saját osztályommal, hanem a diák önkormányzat tagjaival, a diák önkormányzatos képviselő gyerekekkel csináljuk meg a Pilvaxot, ők segítenek a kiszolgálásban, a takarításban, a berendezésben, és ugyanígy hát az iskola többi dolgozója is nagyon sokat segített a díszlet kialakításában. Fontosnak tartottuk, hogy a nemzeti ünnepünkön ezt ugye átérezzék, biztos, hogy jobban megvan a gyerekekben, hogy ők felvehetik ezt a szép ruhát, és hát iskolának is vannak ilyen ruhái, úgyhogy ezt kihasználtuk, hogy ebben szolgálják ki itt a kedves vendégeket, és nagyon jól érzik magukat ebben a szerepkörben, maga is a ruhában is természetesen. A koncepció része, hogy itt a Pilvax kávéházban megpróbáltunk a
a forradalomhoz, a szabadságharchoz kötődő neveket adni a süteményeknek, egy kicsit izgalmasabb, jobban feldobja a dolgokat, és a gyerekek is nem tudják pontosan, hogy előre mit rendelnek, de általában az izgalmasabb neveket szokták először rendelni, aztán amikor látják, hogy ez finom, vagy amaz jobban ízlik, akkor átélnek egy másikat, tehát egy kicsit zsákba macska nekik, de nagyon jól fogadták. A süteményeket pedig a pedagógusunk készítették, illetve az iskola dolgozói, a konyhások, iskola dolgozói, takarítók, tehát mindenki, aki csak tudott, az beleadott valamit. A kávéházat a nyilvánosság elé is tárták, hiszen a város és az intézmények vezetőit is meghívták a hangulatos helyre. Az értékesítésből befolyt összeg a diák önkormányzathoz kerül. Az itt eltöltött idő során mindenki jól érezte magát, és kötetlen beszélgetéseket tartottak. A felszolgáló tanulók pedig nagy lelkesedéssel vágtak bele a rájuk váló feladatokba, és élményekkel gazdagodtak.